Na kérem szépen, a néphagyomány szerint úgy szokás ez, hogy ilyenkor a mennyasszony eldobja a csokrát. Ugye? Kérném így először is nagyon hosszú tömött sorba a szüzeket. Jó, hát akkor a szüzek maradjanak, jöjjenek a lányok. Legalább a koszorús lányok, lányok biztos. Én is össze tudom válogatni, higgyétek el. De önkéntes jelentkezés alapján sokkal élvezetesen van is. Nem egy sorban, nagyon sok sorban. Az utcáig kérhetünk, kérem szépen. Tehát akkor Kinga el fogja dobni a csokrot háromra. Kinga megfordul. Egy, kettő, három, mert hirdetésre fogunk végezni. Egy, kettő, három! És mielőtt azt hinnénk, hogy vége van a dolgoknak, megszoktuk, hogy amit a nőnek szabad, azt a férfinak is, de inkább fordítva szokott ez lenni. Kérném először ide a legényeket! Egyre sok legények. Akkor máshogy mondom, kérném a férfiakat! Ugye? Egyből másképp van, ugye? Érdemes ezt a műveleshez a zsebekből kivenni a kezet, és kicsit közelebb jönni. Még egy picit. Még egy lépés. Nagyon jó. Zoltán, megkérlek, fordulj meg. Egy, kettő, három. A negyedik esküvő. Akkor tehát elindulunk az előszáncos evős mulatságra. Aki tud gépkocsival kövesse a sort a városon keresztül. A kürt, azaz duda használata ebben az esetben engedélyezett, sőt, kötelező. Mehetünk! Nos hát akkor, kedves ünneplő tömeg, lassan-lassan elérkeztünk a napazó részére, ami a legjobb. Megvolt a polgári, a templomi, meg a még egyszer megházasodnak itt is, de mindezek előtt azt ajánlanám, hogy fáradjunk be a terembe. Ültető kártyák szerint a körasztaloknál mindenki elfoglalja a helyét, Géza Gézához, Józsi Józsihoz. A többit meg ott benn folytatjuk. Menjünk! Hölgyek, urak, hogyha van én szép számban összejöttünk, mindenki megtalálta a helyét. A parra most mindenki az asztalra tegyék. Mert mielőtt innánk egyet az ifjú párra, rámuházok férfi hatalmamnál fogva, én is összeállom őket, hogy most már köszönjenek adva végleg. Megkérjük, hogy fogd meg a papucsot. Akkor most már hivatalos pénzet nevedet, jó? Nem is szoktam.
csokoládémat. Megteszem én is csokoládémat. Bópuskája én leszek. Bópuskája én leszek. Reggel az ágyba kávét viszek. Reggel az ágyba kávét viszek. Minden kívánságát teljesítem. Minden kívánságát teljesítem. Ha kell, meg is pisiltetem. Ha kell, meg is pisiltetem. Masszírozom izmos testét. Eltűröm az összes hebbjét. Lesem minden szabát. Lesem minden szabát. Bemelegítem a papucsát. Hagyjam, hogy eljön az ifjú, bám! Kisvártatban megérkezik az aperitív, és akkor tényleg iszunk egyet, Zoltánék. Elgazítom a kezembe az én esküvételem. Ez kapcsolódóan olyan, mint a polgármin a csó. Mind a templomban gyűlünk. Tehát ahogy üvítettük a poharunkat, az ifjú pár egészségére, de az ifjú pár felkötő nevével jelzett szalagot az én botomra, hogy mindig és mindenhol ott legyenek velem. Mit is kívánték? Én az ifjú pár! Hát köszönöm szépen az ifjú párnak, amíg a leves elkészül, megkérjük a kollégát, hogy húzza neki szemét. Köszönöm.